Nyírka levél, az vízhajtó, csak szárított állapotba tudtam hozni. Vízhajtó, tehát hogyha valakinek dagad a lába, a víz van bárhol, akkor ennek a pirosra fehér, nyírka levél, igen. Ebből 3-4 leveleket csésze vízbe, de mindig forrás. Ez a május fának. Igen, igen, a május fának is mondjam. Tehát ez a vízhajtása nagyon jó. Minden ilyen káros vizelettel távozó anyagokat kihajt a szervezetből. Két csészével minimum naponta nagyon hatásos. Tehát főleg ilyen betegek, akik kórházban voltak és hazakerültek, vannak vízhajtó tabletták, ez tökéletesen helyettesíti. Semmi nem kérdezni, hogy a vízhajtó tablettákkal először hatása lesz, de azt el lehet hagyni mondjuk egy próbál elejéig, mondjuk reggel, és kipróbálni ezt helyette. Tehát szerintem az orvos véleményét azt mondják, mindig ki kell kérni, de egy ilyen próba elejéig egy csészettel nem tud rosszat csinálni. Tehát nem olyan erős. Megisztunk, 10 perc múlva 6. Még van a takarva, de már le van húzva, mert nagyon száraz. Van egy jó növényünk, a szurokfű, oregano. Ezt nagyon használjuk az ételekben is, mártásokban, levesekben. Ennek van egy nagyon jó hatóanyaga, a karvakol. Ez nagyon jó vírusölő, baktériumölő. Az olaja kimondottan, azt mondják, még a rákos sejteket is megölti. Én ezt a kertemben nevelem. De ezt termesztett vagy? Termesztett, ezt termesztett, így nyílik. És van bajoránnára hasonlít az illata, tehát van bajoránnára. Magról betik? Tőlő betik. És vajon cserébe is eláll? Hát cserébe eláll, de a mezőkön nagyon sok helyen van. Van a mező? Világföld az nem igazán alkalmas, és az egyik tulajdonságuk ezeknek, hogy fel vannak a műtrágyában túlbúzva. Mikor elmegy a műtrágyának a hatása, akkor egyik napon másik felszállod. A rozmarint is sokan mondták, hogy a rozmarintot hazaviszik, két hét után egyik napról a másik felszállod. A talaj ki kell cserélni, erdeiföldet, hogyha valaki kimegy a természetbe, az a legjobb, aztán én sokan. Csak nagyon messze kell elmenni ahhoz, hogy jó erdeiföldet találjunk. Igen. Valaki használja az oregánót az ételekben? Olajként használtam. A keverékben van bodza, ez ízasztó hatású, és ugyancsak téli időszakokban, füléses időszakokban nagyon jó segít a tüdőket. Bodza, fekete bodza,
Van a gyalogbozva, az mérgező. De a bogyója a gyalogbozának, az nem mérgező. A gyalogbozának piros a bogyója, sötétpiros, az mérgező. A fekete bozának fekete a bogyója, és ilyen elnyős virágok. Az ehető, készíthető. Jam legvár belőle bármi, nagyon finom. És nagyon értékes. Tehát a fekete a gyalog, az a másik az mérgező. A gyalogbodza. De annak piros a bogyója. A névén piros. Én hoztam egy nagyon értékes gyógynövényt. Ki ismeri ezt, hogy hívják? Igen. Ez a csontoknak a forrasztója. Tehát mikor... Csont átöli, és már a gépzet leveszik a részről, akkor ennek a gyökerét, levelét, szárát, virágját összeafítani, tejben meg lehet főzni, és egy kendőre ráfordítni a törött részre. Ez nem használható tejának, nem arra. Tejának is használható, de ez a csont forrasztó. Tehát volt váltörés valakinek, ugye azt nem teszik gizbe. Ajánlottam neki, egy hétig tette, és a kezét így forgatta, mozgatta, azután nem volt semmi baj. Mikor megnézték a filmet utólag a kezelésen, utána akkor azt mondták, hogy nem látszik, hogy hol van összeforgatni. Tejben megfőve a leggyorsabb. Tehát friss állapotban... Megfőzni és meginni? Tehát friss állapotban... Friss állapotban össze kell aprítani, a fő tejbe belevegyíteni, bele kell állni, és egy kendőre rátenni a fájó részre. Ez az egyik változat. A téli változat az, amikor csak a gyökerét, azt ilyen nedves homokba szoktuk tálalni a pincékbe, azt eltörni, az már nagyon kemény, nem lehet csak úgy összevagdosni, hanem valamilyen kemény daráló kutya összetöri, és azután porítják. Na, azt ki szoktuk keverni meleg víz és olaj. Abból egy olyan anyag lesz, mint a gipsz. Tehát az a gipszet, mikor ráteszik a lábra vagy a kézre, akkor az úgy odaragad, és úgy megköt. Érzik, rendesen érzik, hogy szívja minden nadár, mert azért nadár gyökér, szívja ki minden rosszat onnan kiszív. Tehát este ráteszi az ember, de akkor az a hatás jelentkezik, hogy kicsit jobban fáj, mint az előtt. Akkor tudjuk, hogy használható. És kenőcsöt is csinálni. Igen, kenőcsöt is lehet. Zsírba, igen. Tinktúrát pálinkába, ilyen 60 fokos pálinkába, egy-két hétig, ha tartjuk már, jó? Én csináltam. És reumátom is nagyon jó. De melyik változatát nem a pálinkát? Hát mit tudom, megcsináltam, hogy beletettem a pálinkába. Igen. De gyümölcs pálinka volt. Bármi pálinka. Hagytam egy hétig, hogy érjen úgy, megmondottam, és nem bírt a bőröm, még maradtam. Előtte be kell kenni valamilyen zsírot. Ha nincs semmilyen, akkor disznózsír vagy olaj. És azután tenni le a szesznes, mert az irritálja. Mert túl erős a bőrnek. Én használtam, de nem tudtam. Hát akinek ilyen törött valamire van, ez nagyon gyorsan használ. Reumára nem jó? Reumára, igen, mondtam az elég. Reumára. Ez a tatanyászat, nem? Igen. Ez a térre, ilyesmire? Térdem, bármizére. Csak azt mondom, az az egyetlen jár, első nap nagyon fáj.
5-10 percig lehet rajta tartani a kínálatot. Akkor már le kell menni, aztán mások menni, de már a harmadik, már nem az illetve. Nem az illetve. Az üzletben nem. Ez egy olyan dolog, hogy csak egy részről nem lehet. Tehát kell 3-4 részről támasztani, hogy valahogy fogyjon az ember. De viszont nem ott van a baj, ha felszedjük a kilókat, ott az anyagcserével van a baj. Azt ott kéne egy kicsit felturbozni, még egy kis mozgás, de a mezei katán ciklódiaknak is nevezett. Ez alkalmaztam, és azt mondják, hogy van hatása. Ennek fogyása. Két virágja van? Két virágja most már becsapódott. Ebből két hónapig is simán lehet teát inni. Akinek adtam, keverékbe adtam. És azt mondta, hogy használ, tehát az anyagcserét gyorsítja fel. Már érte, lesen a tisztításra megy rá, és akkor már... Hát ezt mondtam, mert az utolsó, de még van. Ez a cikódia csikare. Csikare régen a gyöktörzséből kávét csináltak, tehát akkor termesztették, nagyon jó, de... Nagyon jó kávé, amúgy. Két virágja van, olyan, mint a kék, magra, most már becsukolódott, amikor leszettem még... Bele van a utca. És ez az, hogy igen. Nem akartam olyan sokat. Akkor még van a pajzsmiri problémákra. Azzal is nagyon sok embernek van baja, vagy alul, vagy túlműködik, vagy egyáltalán, és ez a tejoltó galaj, ez a közönséges galaj, és meg lehet szagolni is ilyen mélyfélete van. És akkor még van egyfajta ragadó galaj, az most nincsen, az tavasszal bújik ki, és aztán hamar el is tűnik. Ezek most virágoznak, az most nincsen. Mind a kettőnek gyógyhatása van, a ragadósnak is, de talán én tapasztalatom szerint a közönséges galaj többet alkalmaztam, és annak talán. Igen, én meg ezt a fehér virág. Én meg ezt a sárgát használom. A visszajelzések szerint aznak valamennyire erősebb a hatása. Ezt úgy csináljuk, hogy leforrázunk, 10-15 perc múlva szűrjük, és a szűrés után a folyadékkal gargarizálunk, nyelhetünk is, de nem annyira sokat ajánlott. De a megmaradt növényt, azt ugyan kendőr és a nyaktájén már a fajzsmirigyre, főleg este rá lehet tenni, ott nagyon jól beszívódik is, nagyon, pár nap alatt már érződik is a hatása. Na érdekesen, még ez a felhőtegére nem hallottam. Tehát ezek most virágoznak, ezeket ma szedtem most. Tele van, ez is kéne megmondtam. Igen. Ezekből a 10 gyógynövényből kellene csináljunk egy teját, mert szárnyitokból van, a víz oda van téve főni. Én a víz adaghoz mérteni fogok belőle, és
és viszek, aki... Vannak azért, aki velem akar tartani a tejkészítés közben, az kivehet, és ha nem, akkor belőzik. Egyébként is rájárt. Igen. És a többit elhoztam a kollégámat. Jó. A Szent Jene, igen. Szent Jene. Most ittunk, mitől olyan aromás? Azt is mondom, de azt elmondom, hogy mi van benne. Jó. Jaj, egész nap vennék ilyen infúziót, ilyen, csak így érzékelném az illatokat. Ezt akkor most le is zárjuk. Igen, igen. Jó. És akkor tényleg... És így le kéne fedni. És milyen gyógynövények vannak ott? Tehát zsája, orvosi zsája, menta, cickafark, mezei zsurló, orbánszű, tejoltó galaj. Levendula, körömirág, és nagyjából ennyi. Nincs. Jó. Hallom, hogy erről a családi tejáról többen érdeklődnek, elmondom, hogy hogy jutottam ehhez a keverékhez, és hogy alakult ki ez a fajta keverékem. Tehát többen a gyomor, panaszokkal jöttek megkeresni, aztán a május, vese, epe, epével baj van, mindig összefügg egyik a másikkal, és akkor én kezdtem egy ilyen kísérletet, hogy 5-6 fajtát összekevertem. Aztán jött valaki megint, az két másra, és azt is tettem bele, úgyhogy most van vagy 15-16 fajta, amikor készen van a családi keverék, most még nincsen az összes növény gyűjtése, csak valami 10-et sikerült az idén. Elmondom, hogy mi van benne. A körömvilágnak a virágja, és egy kis hajtásvíz. Fodormenta, csombortmenta, a levendula, cickafark, orvosi zsája, citromfű, fekete libizű levél. Erről nem hosszú. Málna levél. Málna, szederes, igen. Diabetnek. Gyermek láncfű virág. Az első virág, amit én szoktam gyűjteni. Pici sárga virág. Egy ilyen pici sárga virág. Ismerjük, hogy ilyen verdiánc. Ez elég keserű, és a méreganyagokat nagyon jól kitisztítja a szervezet, és ugyancsak a májra hat. Az első világ, amit én gyűjtök. A fekete libizli levele, az a útkő savot hajtja ki a szervezetről, tehát ezek az üskös erek, amelyik a lábunk képződnek, azt a nagyon szépen kipucolja. Ez milyen világ ez? Fekete libizli levele. Útkő sav. Eritreának nevezik az orvosok, mikor csinálnak egy analízist, hogy akkor mondják, hogy az sok a még a bazsalikom. Jár bele, az most nincs benne. A bazsalikon puszul, jó? Az is nagyon ilyen baktériumölő és összehúzó. És ez egy ilyen keverék, ez a kompakt keverék, ez
Az alányok nagyon változóak. Tehát a fő alapanyag az orbánfű, a mezei zsulló, ezek hatnak a legjobban, aztán jön a nyugtató, a citromfű, a menta, a zsája is, a menta az, az íz, íz alapanyag, abból nagyon kevés van. A körömvirágból és a gyermekláncfűből megint nagy az adag. A fekete ribizli levélből is egy olyan kevesebb van, málna levélből is kevesebb, és még van egy izsóp. Ez egy izsóp. Arról sem esett szó, az Magyarországról ismertem meg. Én az ételekben nagyon használom, az is van benne, de nagyon kevés. Az is összehúzó hatású. Tehát így egy ilyen íz talán kialakult, és ez egy ilyen 15-nek nevezhető keverék. Ezt így nagyon szeretik. Sok helyre vittem, és ezt én így árusítom is, hogyha valaki kéri. Ha meg valaki kér egy olyan bajra valamit, akkor mondom, hogy egy ilyen keverék kéne, és azt külön keverem akkor, mikor kérik. Tehát a keverékeket előre nagyon nem vágom össze, ilyen nagy, hosszú szárakba, szárított állapotba tárolom, ilyen papírtasakokba, és egy olyan hónapra szoktam várni előre. Tehát ez azért van, hogy mindig az illóolaj az illan el. És akkor, mikor frissen megcsinálom ezt például, ma csináltam, úgyhogy gondolom, hogy érzik jól az illata. És azért ilyen jó, mert mindig akkor frissen kell várni. Aprítani lehet apróbra is, csak akkor nagyon jó szűrőre. De nagyon szépen van szállít, nagyon jönnek, megvan a padláson szállítom, és egy olyan 35-40 fokig, egy olyan hétig általában megszárolnak. Ez nem mutatom, hogy szállítom. Tehát tényleg szállít az, hogy ne fénynél szállít? Nem szabad, csak árnyékban. Tehát, hogy nézzük meg, hogy egy gyógynövény meg szállítva. Változtatja a színét, hogy a napon van szállítva. Elhajítjuk. És hogyha elhagytam, akkor meg van szállítva, akkor lehet csomagolni. Ha meg csak úgy elhajlik, akkor nincsen megszállítva. Ha csomagolni, akkor nem így kibontott a sakkal, hanem abban is legyen lezárva, nem? Igen. De vászontasakban a legjobb, abba tartja meg a legjobban az aromákat. Én így sokat nem találok, és egy pár ilyen tasak azért van nekem. Úgyhogy ezt találtam egyelőre a legjobb megoldásnak. Tehát árnyékba szállítjuk, nem napon, mosni soha nem szabad a gyógynövényeket. Gyűjteni bárhonnan se szabad, kertől vagy a mezőtől, olyan helyektől, ahol biztos, hogy nem műtrágyáztak, vegyszereztek, gyomírtóztak, ez nagyon veszélyes. Általában 40 métert mondták az úttól, hogy az már jó, de ha van hely, akkor még odébb is el lehet menni. Tehát mosni, hogyha mondjuk sáros vagy poros, főzés előtt, akkor meg lehet egy szűrőbe mosni, csak alá tartani, jól-jól lemosni, akkor lemegy, és mindig a teásedény aljára leillepedik, hogyha valami van, az már nem csinál semmit, de az ott maradhat benne.